Prepara. 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 Sziasztok, srácok! Sok szeretettel üdvözöllek titeket egy újabb Last Day on Earth videóban. Ebben a videóban beszélni szeretnék arról, hogy hogyan játsszuk ki az alfabunkert, ugyanis nagyon sokan szenvedtek ezzel a problémával, hogy ugye az így az keveset sebez, és nagyon nehezen lehet kiátszani az Alpha Bunker. Ö, az én módszeremet szeretném most nektek bemutatni, amit használni szoktam az Alpha Bunkerre, illetve ami véleményem szerint a legjobb módszer rá, úgyhogy ez nem egy legendári tip, de, de én ezt szoktam használni, úgyhogy remélem, hogy nektek is be fog válni. Srácok, fontos megjegyeznem, hogy ez a videó azoknak tud leginkább segíteni, akiknek kész a csopperük és feloldották a helyszíneket, ugyanis koppert kell szereznünk legelső sorban, és azt a koppert, azt a bizonyos koppert itt, Wooded Food hézben tudjuk megtenni, úgyhogy utazzunk is ide, és aztán vágjunk bele a dolgokba. Na, induljunk is ide ebbe a helységbe, és akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet. Ugyan, mint mondtam, koppert kell farmolnunk ez a dologhoz. Lehet, hogy más sejtitek többen, hogy miért kell nekem a koppel, de beszeretném mutatni. Illetve a azt hisz, hogy én letettem az Eldoéról, az nagyon-nagyon téved. Csak az a helyzet, hogy nincsenek frissítések, így nem tudok újat bemutatni, srácok. Hülyeségeket még nem akarok fölrakni, teljesen felesleges nézetek az, hogy én farmolok. Most egy élőadásban az teljesen más lenne, de az ugye twitch van. Na, az a helyzet, hogy nekünk keresnünk kell koppert itt, úgyhogy vágjunk is bele, itt már találtam is, ami nagyon jó, Ez gyorsan kiszedjük, azután pedig majd megyünk haza, ha csak nem találunk még. Itt ugye a zombikkal vigyázni kell, mert ahogy téged ütnek, úgy töltődik vissza a HP-juk, úgyhogy erre figyeljetek oda nagyon, illetve arra is, hogy ide vascsákány kell, és egy koppert kaptam, csak sajnos, hát igen, elég sokszor el kell jönni ide kopperért, és elég messze is van, sok energiát igényel, és ha nincs meg a csoppered, akkor szinte lehetetlen, vagyis hát nem szinte, hanem lehetetlen is ide eljönni. Úgyhogy tényleg figyeljetek oda, mert ezek a kis szemetek töltik a hp jukat ahogy téged sebeznek, úgy töltődik vissza, de ezt már mondtam. Igazából keresünk még koppert, nem olyan sok szokott itt lenni véleményem szerint, legalábbis én olyan sokat sajnos nem szoktam találni egy ilyen 5-6-tal megelégednék, de még annyi sem szokott lenni. Az a helyzet, hogy a zombi viszont az rengeteg van, és elég nehéz őket kinyírni, sajnos. De megpróbálkozunk azért kinyitni egy kis ládát, ha már itt vagyunk. Közben fázik a karakterünk ilyenkor, hogyha nincs meleg ruhátok, akkor így alkoholt, és akkor nem fogtok fázni egy darabig. De hát ez nem Teljesen jó megoldás, úgyhogy ti mindenféleképpen meleg ruhába gyertek ide, és ha lehet minden campfire-t aktiváljatok, és akkor ezzel nem lesz problémátok igazából szerintem. Na, megnézzük, mert itt szoktak lenni azért fegyverek is. Hát most sajnos nem találtunk, de semmi probléma nincsen. Gyorsan itt a zombikkal végzek, hogyha hogyha tudok. Itt lehet frenzy giant is, azt hiszem már régen voltam egyébként itt. Most itt csak így a videó kedvéért jöttem el ide, de nem nagyon találok koppert, sajnos, talán, talán, majd itt a láda közelébe, de nem biztos. Mindegy, ezt a ládát kinyitjuk, illetve a rókabőrt, azt mindenféleképpen elviszem, mert mert hát abból is elég kevés szokott lenni, úgyhogy azt mindenféleképpen elviszem magamban, azt érdemes gyűjteni egyébként a bört, és hát itt, itt lehet a legtöbb rókát találni a téli helyszínekem. Megint fázik a karakterünk, úgyhogy Őt gyorsan megpróbálom kinyírni. Azután pedig iszok egy alkoholt. Az alkohol az azért veszélyes, mert pisilnie is kell tőle a karakternek. Úgyhogy arra is figyeljetek oda, hogy lehetőleg úgy, úgy vegyétek, úgy így meg az alkoholt, hogy ne kelljen pisilnetek. Tehát a köz, vagyis, vagyis, hogy a közeletekben ne legyen zombi inkább úgy mondom. Mert hogyha a közeletekben zombi van, akkor akkor elég necces helyzetbe tudtok kerülni. Sajnos. Úgyhogy figyeljetek oda rá, srácok. Nem találok koppert de az a helyzet, hogy nekem van otthon, úgyhogy menjünk is tovább szerintem mindenféleképpen. Rácok, tehát hazahoztuk a koppert, és mutatom, hogy mit kell vele csinálni, amint betölt a játék. Na, itthon is vagyunk, ugye a legelső dolgunk, amit tenni kell a kopperrel, az mindenféleképpen az, hogy ki kell ezt égetni. Ezt a koppert, mindjárt mutatom, hogy miért. Tehát. Ha kiégetjük a koppert, akkor ugye lesz belőle ez a copper bar, Ugye ez. És a copper lesz steel barunk, hogyha átjövünk ide a refined melting furnace-be, akkor a kiégetett copper tudunk csinálni majd steel bar és a steel bar az nekünk majd a zipgánhoz kell, most már elárulhatom srácok, a zipgánhoz kell nekem a steel bar. Meg is nézzük, hogy mi kell a zipgánhoz. Igen, kell hozzá oak plank is, ugye töltfa, nagyon fontos, egy darab kell hozzá, úgyhogy ez is legyen otthon, de ugye ezt most már mindenki tud szedni a töltfa eseménynél, ami nagyon király. Ennek az eventnek én is nagyon örültem, hogy tényleg akinek nincs meg a csopere, akkor az is tud gyűjteni magának töltfát. Lehet, hogy csavarom nem lesz annyi, mert a mai nap gyűjteni is akartam, de szerencsére még van csavarom, úgyhogy abból kifogytam, azt szednem kell. És akkor kraftoljuk le a zipgánt, És nincs más dolgunk srácok, mint elmenni a bunkerbe és a zipgunnal legyilkolni mindent. Nézzük meg a bunkájászót Mert nem tudom. 43-4-40 a bunker Fasza! 43, 4, 40. Viszünk egy ilyet, mert azt is be szeretném mutatni. És akkor drive-oljunk oda a helyszínhez. Ugye, akinek pedig nincs meg a choppere, az véleményem szerint használja a nyilat ugyanúgy, vagyis az ilyet, mert hogy ezzel nem pazarolod el a fegyveredet. Tudom, hogy időigényes. É, bazd meg, elfajtottam a kódot. Mi volt? 43440? Bazd meg, Ricsi, mi a szar? 43440, azt hiszem. Utána folytatom a mondani való srácok, csak tudjátok, hogy ilyen agyhalott vagyok, és elfelejtek rögtön mindent. Tudjátok, hogy a streamekben is töltök szoktam kérdezni a bunker kódot, hogyha bunkerezni megyünk, mert nekem kimegy a fejemből. 43-4-40, és remélem, hogy jó a kód. Bazd meg! 43-4-40. Mondom, 4-40. Yes! Oké okay, és oké, okay. a kód az működött rendesen. Úgyhogy, srácok, az a helyzet, hogy akkor menjünk be, és akkor megmutatom, hogy én hogy szoktam csinálni ezt az egész dolgot. Igazából, hogyha rengeteg időm van, hogyha én nem állok idő szűkében, akkor én is az iat szoktam használni egyébként. De, hogyha időszűkében vagytok, akkor ez a zipgán jelenleg a legjobb megoldás szerintem a Frenzy Giant megölésére. Úgyhogy, aki teheti, akinek van csoppere, remélem tudtam ezzel a videóval segíteni egy picit. Akinek pedig nincs csoppere, az használja az íjat, hogyha, hogyha van ideje. Vagy pedig úgy vigyétek ki a bunkert, hogy este, amikor ráértek, rászántok egy ilyen egy órát, és akkor annyi idő alatt szerintem tökéletesen ki lehet játszani az íjjal is, mert ugyanis én már próbáltam. Igaz, hogy nagyon keveset sebez, hármat sebez. De, de menthető, menthetőek így a fegyverek, ami ugye nagyon-nagyon fontos szerintem. Amúgy kész a turetem is, igazából azt majd egy livestreamben szeretném megmutatni. Ezeket így gyorsan elintézem, és akkor megmutatom, hogy én hogy szoktam. Tehát, Zipgán. Ugye... A Zipgán az 18-at sebez, majdnem annyit, mint a, a sima Glock, tehát ez teljesen jó a Frenzy Giant megölésére. Az E pedig az... 3-at, nem, 7-et sebez. What the fuck? What the fuck? Gyerekek, feljebb vitték az ínak e a sebzését, úgyhogy most már bátran merem ajánlani. Fuck, 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 fuck! Bazd meg, majdnem megdöglöttem. Úgyhogy bátran merem ajánlani most már az íjat is. Egyébként a zipgánnal egy helyből kettőt tudsz lőni. Ez fontos, hogy egy helyből, ha megállsz, kettőt tudsz lőni, anélkül, hogy ő téged megütne. Igen, ez fontos szerintem, mert így nem kell annyit sétálnod, hogy megölt. De gyerekek feljebb vitték az íjnak a sebzését, ami szerintem jó, mert három volt. Úgyhogy most már azért így a 7 damage-jel szerintem, ha 10 et belelősz az 70 damage, de még ha nem is találod, de mindig az 60, úgyhogy az nagyon jó szerintem. Szerintem így, így tökéletesen most már az E-jel is ki lehet játszani, úgyhogy én is azzal fogom most már ezentúl megint csak kiátszani az alfó munkát. Nagyon-nagyon örülök neki, még én sem tudtam, de örülök, hogy így a videó keretein belül ez kiderült. Na, meg is halt. Úgyhogy srácok, Remélem, hogy tetszett nektek az a videó. Ha, mind, ha igen, akkor gyilkoljátok meg a like gombot, mert lehet, hogy ti nem tudjátok, de ezzel nekem nagyon-nagyon sokat segítetek, ugyanis minél több like van egy videó, a YouTube azt annál előrébb fogja besorolni, tehát annál jobb helyre fogja rakni, és több embernél fog megjelenni, úgyhogy ezzel is tudtok nekem segíteni, illetve tudjátok, a megosztás gombot is nyomjátok meg, ugyanis. Minél több emberhez eljutatjátok az én videómat, annál többet segítetek nekem. Úgyhogy én köszönöm a figyelmet, srácok, Ricsi voltam, szevasztok! Hé hey, haver! Igen, hozzá beszélek. Ha tetszett ez a videó, ne felejtsd el lájkolni. Like ha segíteni szeretnél, akkor csak oszd meg a videót. És remélem találkozunk legközelebb is.